Aha. Akkor a hab tetejéből kellene meríteni, vizes kézzel, de a tetejéből csak. Ennél azért mehet bátrabban. Jó, és akkor jöjjünk ide ki. Jaj, ne. Ha nagyon forró, akkor csak rázd le, de próbáld meg így kitartani, jó? Ilyen látványos kísérleteket csodálhattak meg az első Science Fair tudományos kiállítás nyílt napjára látogatók, amelynek a Táncsics Mihály Gimnázium adott otthont. A középiskola és a Magyarországi Diáklaborok Egyesülete által megrendezett programon mintegy 90 tanuló mutatta be, miként keres megoldást korunk problémáira. Ez a csapat például a Kecskeméti Piarista Gimnáziumból érkezett. Ők mikrovezérlővel mérték a növények viselkedését, szórt és közvetlen fényben, valamint teljes sötétségben. A fotoszintézissel a növények oxigént termelnek, azonban ezt az oxigént éjszaka elhasználják. Veszélyes-e ránk nézve, hogyha sok növényen alszunk együtt? Mennyire veszélyes ez, milyen hatásai lehetnek? Ennek mentünk mi utána, és ezeket az adatokat, amiket egy akváriumban lezárt környezettel kaptunk, mi egy modelleztük egy szobára, egy hétköznapi méretre, és megkaptuk azt, hogy a hipotézisünk megdőlt, tehát nem veszélyes. Azonban egy olyan kutatásnak az alapját hoztuk most létre, aminek szerintem sok jövője lehet, érdekes lehet. Az esemény nem csak arra volt hivatott, hogy a fiatalok bemutassák kreativitásukat, hiszen egy tudósokból álló zsűri is értékelte a diákok kutatásait. Egy ilyen laborhálózat mögül olyan eredmények jöhetnek ki, mely vagy tudományosan, vagy innovációs szempontból hasznosak. Ha tudományos, akkor nyilván arra kell fókuszálnunk, hogy mi az újdonság tartalma, hogyan közelítették meg a problémát, amikor a probléma bemutatásra kerül, akkor egyébként mi a háttér prezentáció színvonala, mennyire sikeres a válaszadási képesség, és egyáltalán a prezentáció, tehát a tudomány prezentáció az mennyire jó az adott hallgatói csoportoknál, ez alapján adhatunk összesen maximálisan 50 pontot. Az esemény pénteki megnyitóján Szita Károly Kaposvár polgármestere hangsúlyozta, hogy a város számára mennyire fontos az utánpótlás és a jó szakemberek képzése. Ha jövőt akarunk építeni, a mi gondolatainkban is az kell már, hogy járjon, hogy valami olyat tegyünk, amire önök építkezni tudnak, és önök fogják felépíteni magát a jövőt. Mi a munkában és a tanulásban hiszünk. Nálunk a fő érték, akkor, amikor értékrendeket állítunk fel ezen túlmenően is, a munka és a tanulásban. A MATE rektora azt ajánlotta fel a versenyen résztvevő fiataloknak, hogyha az egyetem bármelyik képzésére jelentkeznek, már az első évtől kiválósági ösztöndíjban részesítik a tanulókat. Ez havi 40-50 ezer forintot jelent a hagyományos ösztöndíjon felül. Nekünk összességében van 15 ezer diákunk. Nagyon sok jó diákunk van. De nekünk az az érdekünk, az a célunk, hogy még több kiváló diákunk legyen. Mert elsősorban az országnak, elsősorban a magyar vidéknek képezzük a szakembereket, és ebben Kaposvár egy nagyon komoly bázist jelent, de mi egyedülállóak vagyunk abban a tekintetben is, kedves fiatalok, hogy az ország legnagyobb kiterjedésű egyeteme vagyunk. 5 kampuszunk van az országban. A rektor azt is hozzátette, hogy a következő évtől a Dél-Dunántúlon elsőként indítják el a mechatronikai képzést Kaposváron.